Az Unió közös agrárpolitika reformjának aktualitásai. Ezzel a címmel zajlik egy országos fórumsorozat, melynek egyik állomása Sején volt. Számos érdeklődő részt vett az eseményen, amit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Agrárminisztérium közösen szervezett. A gazdálkodókat érintő jövőbeni változásokat, valamint az agrárpolitika stratégiai tervét ismerhette meg a közönség. Azt nagyon fontos dolognak tartom, hogy Seje környéki mezőgazdasági tevékenységekre is jellemző az, hogy a hatékonyság az elmúlt 10 évben jelentősen nőtt. Ez a magyar agrárgazdasági támogatási rendszernek is köszönhető. Magyarország nagyon jól használta fel a magyar és az uniós forrásokat, ezért is fontos az, hogy 22-ben, illetve 23-ban közel 1500 milliárd forint fejlesztési forrás érkezik a magyar mezőgazdaságba. A fórum az arról szól, hogy ezt az 1500 milliárd forintot mire és hogyan tudják majd megpályázni, illetve felhasználni a gazdák. Ezért is nagy jelentősége van annak, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljött Sejjére, és az elnök úr személyesen fog tájékoztatót adni az itt élőknek, az itt gazdálkodóknak. A résztvevőket a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke tájékoztatta a fontos tudnivalókról. Györfi Balázs elmondta, hogy a következő 7 éves ciklusban mintegy 7600 milliárd forint áll rendelkezésre. Baranya megyében 13.300 tagja van a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának, és feladatunknak gondoljuk, hogy mindenkit lehetőség szerint első kézből, aki erre fogékony, tájékoztassunk. Ugye egy meghatározó időszak előtt állunk, a 7 éves tervezési időszakban nagyon komoly, mindegy 7600 milliárd forint áll rendelkezésünkre, amit bölcsen jól kell felhasználnunk. Ugye ennek egy része az egyes pilléres kifizetések, közvetlen kifizetések, közérthetően elmondhatom azt, hogy a területre alapú kifizetések logikáján keresztül érthetőek meg, ezek a legkönnyebb, ezeket darabra, hektárra kapják a gazdálkodók. Itt egy olyan 3300 milliárd forint áll rendelkezésre. Ez nagyságrendileg azt jelenti, hogy a területalapon kifizetett támogatások érdemben nem változnak, sőt inkább egy kicsit növekednek, semmiképpen nem csökkennek. Ezt úgy értük el, hogy a kettes pillérből átcsoportosítottunk egy bizonyos összeget az egyes pillérből, hogy ezt a célt el tudjuk érni. A kettes pillérben pedig, hogy ne legyen forráshiány, a kamara kezdeményezésére a kormányzat úgy döntött, hogy soha nem látott volumenben, arányban fogja támogatni ezt a programot. Ugye ez 80%-ot jelent, ez azt jelenti, egyébként erre az Európai Unió történetében még nem volt példa, hogy egy ország az adható maximumot adja meg a saját vidéki társadalma számára. Ez azt jelenti egyébként, hogy meg háromszoroztuk azt a pénzt, ami az elmúlt időszakban rendelkezésünkre állt. Ugye 7 éves tervezési időszakokról beszélünk. Az előző tervezési időszakban nagyságrendileg 1400 milliárd forintot tudtunk vidékfejlesztési programban kifizetni. Ezek az állattartótelep, gép, beruházás, élelmiszeripari fejlesztések, ilyen típusú pályázatokra kell gondolni. És most ugye van egy 2 éves átmeneti időszak, hisz még nincsenek kész a jogszabályok, a brüsszeli malmok lassan őrölnek, így aztán egy olyan helyzetben mondjuk, hogy az új pénzt költjük, de még a régi szabályok szerint. És ebben az átmeneti 2 esztendőben 1500 milliárdot fizettünk ki, ami több, mint az előző 7 év teljes időszaka, és a fennmaradó rész, mert 4300 a teljes büdzsé, azt pedig a hátralevő 5 esztendőben fogjuk majd kiosztani. Ez egy óriási lehetőség arra, hogy a magyar vidék ledolgozza azt a történelmi hátrányát, ami sajnos tényszerűen megvan a nyugati versenytársakhoz képest, és jó esélyünk van arra, hogy olyan piacokat szerezzünk, hogy olyan piacokra lépjünk be, amikre korábban nem volt reális esélyünk. Az eseményen elhangzott, hogy számos lehetőség közül választhatnak a gazdálkodók, hiszen többek között a családi gazdaságok és őstermelők számára is kedvező feltételeket teremtett a kormányzat, de a vidékfejlesztési program vagy a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer is segítheti az érintettek munkáját.